Üdvözöllek ismét benneteket a nagy nyomorúság előtt YouTube csatornám. Ez alkalommal egy, hát nem akarok szenzációkeltő lenni, nem tudom hogyan fogalmazzak. A magam számára egy nagyon meghökkentő dologra találtam. Egy videót szerettem volna készíteni arról, hogy mennyire elterjedt a kereszténység minden ágazatában és berkeiben az a tan, hogy a bűn az a mennyben kezdődött, Sátán fellázadt, nagyobb akart lenni, mint Isten, és maga oldalára állította az angyali rend egy harmadát, és a lázadásban bűnösnek találtak, és kilettek vetve a mennyből. És tallozva a YouTube-on, ugye ebből a szempontból jó, hogy az egyházak és gyülekezetek kiteszik a hamis tanításaikat, mert így be lehet bizonyítani, hogy ezt ők mondják, ők tanítják, és attól függetlenül, hogy a kereszténység, ezen belül is a sátáni, luteri, antikrisztusi álprotestantizmuson belül létrehozott karizmatikusság, amelynek a célja az úgynevezett végidőkkel van kapcsolatban, tehát ez egy propaganda eszköz, a karizmatikusság, az antikrisztusi templom megépítéséhez, egy propaganda túl, egy eszköz, hogy a kereszténység túlnyomó része, ha lehet az egésze, támogassa a templomépítést, és támogassa a népirtást Palesztínába, mondván ez a terrorista kultúra az egyetlen megakadályozója annak, hogy a Jézus visszajöjjön és beüljön a templomba, és megkezdődjön az 1000 éves királyság. Most nem megyek abba bele, hogy ez miért hazugság. Szóval, és különféle felekezetek egyházaknak a műsorába lapozgattam bele, hogy néhány másodperc erejéig bemutassam azt, hogy annak ellenére, hogy egymással nem értenek egyet, vagy még az ökumenizmuson belül is a pünkösdisták, baptisták, hídgyülekezet és budapesti autonóm, meg Jehova tanúi, meg mormonok, meg bárki más, tehát bizonyos dolgokban nem értenek egyet, és abba biztos nem mennének bele, hogy egy másik adott karizmatikus szervezet lehessen a kereszténység vezetője és összefogója. Ennyire nem értenek egyet, és tulajdonképpen a széthúzás miatt kellett ezt a sok-sok felekezetet kitalálni, de mindegyik antikrisztusi, mindegyik hazugságot közöl, és lelki bálványimádásra, lelki paráznaságra tanítja a hallgatóit, mert ha alaposan mindenki megnézi az írást és mindazt, amiről beszélnek, akkor néhány percen belül be lehet bizonyítani, hogy teljes mértékben eltér. Csak a karizmatikus teológiákkal, hamistanokkal átitatott emberek szemében nem tűnik fel az a sok hazugság és istentelenség, amit sugároznak ezek az egyházak, gyülekezetek, szekták, meg YouTube-on tevékenykedő önjelöltek. Szóval az első néhány ilyen felekezetre rátalálva, meg egyházra, hogy néhány másodpercben arról beszélnek, hogy a sátán föllázadt a mennyben, maga oldalára csábította az angyalokat, és akkor így föllázadtak Isten ellen, vétkesnek találtak, kilettek dobva, és most itt tevékenykednek. Hát, hogy ez a bűnnek az eredete. És nem túl sok keresgélés után belefutottam ebbe a bizonyos Bojki György a Sátán teremtése műsorba,
azt remélve, hogy ő is erről fog beszélni, hogy Sátán föllázadt, az a bűn kezdete, kidobták a mennyből, és ezért van bűn meg szenvedés a földön. Meghívták a budapesti autonóm szektába, amely úgy szintén a karizmatikuság berkeiből van, ha jól tudom, a hídgyülekezetből szakadtak ki, tulajdonképpen semmiféle különbség nincs a hídgyülekezet meg ennek a gyülekezetnek a vezetése és a tanai között, egy és ugyanaz, tehát mindegy, hogy melyik beülsz be baptistákhoz, vagy hídgyülekezetbe, vagy pünkösdisták közé, vagy a Jehovák közé, vagy akármelyik közé, a lelki paráznaság és a lelki bálványa imádás az első legnagyobb szembetűnő bűnök, ami folyik ezekben a látszólag Krisztusi, meg a megváltót követő, meg az ő tanait és az apostolokat tanító felekezetekbe, egyházakba, szektákba, de valójában Isten szemszögéből nézve, tiszta, szintiszta igazság Istenének a szemszögéből nézve, tulajdonképpen ezek Sátánnak a zsinagógái. Na mindegy, nem akarom, nem itt valójában nem ilyen felekezetközi aknamunkát akartam folytatni, vagy lejáratást, hanem ahogy belehallgattam ebben a műsorba, hogy ezzel is bizonyítjam, hogy most már 8-szor, 10-szer a különféle néven nevezett csoportokban még mindig ugyanaz a történet, de amiből kiindultam, és ez már nem mostani keletű dolog, csak amit találtam viszont, az kapcsolatban van ezzel a témával teljes mértékben, és számomra, tehát ez egy atombomba értékű dolog, a Biblia hamisítás és az azt végzők leleplezésére, és sajnálatos módon, ha megnézzük a hozzászólásokat, mindenféle hozzászólás van, de a témával kapcsolatban semmi sem. Azt gondoltam, hogy ránézek majd a hozzászólásokhoz, hogy a több százezer, akár milliónyi hozzászólás lesz, és valamiféle forradalmi megmozdulás fog történni ennek kapcsán azok körében, akik megnézik ezt az előadást 27 perctől 37 percig. De tulajdonképpen a beszélő azzal, hogy rábízta mindenkire a végén, hogy mit kezd ezzel az információval. Tehát a teljes tiszta igazságot mondja el ez az illető. Én számomra nem ismerős, tehát az utóbbi években nem követem figyelemmel a kereszténységnek a dolgait annyira, mint amikor keresztény voltam, és lelkiparáznaként, lelki bálványimádóként a gyülekezeteket jártam, és a hamis tanításaikat hallgattam, abban éltem, és azt hittem, elhittem, rest emberként, hogy nem néztem utána annak, hogy valójában tényleg az igazat mondják-e, és elfogadtam a hazugságaikat. Tehát én magam is vétkes vagyok a lelki paráznaság bűnében. Jó lehet, jó néhány éve felhagytam, ezzel nem járogatok gyülekezetekbe, nem hallgatok tanításokat azzal a céllal, hogy rajtuk keresztül mit üzen az Isten, mert így tulajdonképpen folytatólagosan tovább a lelki bálványimádás, a lelki paráznaság bűnében élnék, ami miatt megsötétedett elmével sohasem érthettem volna meg Isten tiszta igazságának egy kisebb részét, amivel képessé váltam arra, hogy kiszűrjem, rájöjjek arra, hogy hazugság az egész kereszténység becsapása, világ becsapása, és az országokban élő embereknek a teljes félrevezetése egy globális cél érdekében.
és ehhez kellett kitalálni az elmúlt időkben a különféle teológiákat, hogy a hittetés tökéletes legyen. Szóval, hallgassunk bele ebbe a műsorba, de csak 27 perctől 37 percig, és előtte se utána, mert nem szeretnék lelki paráznaságra és lelki bálványimádásra buzdító lenni. Ezt a műsort ebben az időközben, hogyha meghallgatjátok, teljesen világossá fog válni, hogy hogy is működik minden országban, még ott Magyarországon is a Biblia fordítás és a Biblia fordítás közben elkövetett szándékos félrevezetések és hamisítások, kiken keresztül és milyen céllal. Szóval hallgassunk bele. Tehát a rosszat látjuk, ez már a helyére került. Nem kell Isten fölmenteni a rossz alól, de kérdés, mi van a gonoszszal, és mi van a sátánnal? Végső soron visszatérve egy pillanatra, nekem mindig óriási talány volt, hogy ha Isten tökéletes és tiszta, nyilván a környezetében nem fogad be senkit sem, aki meg se próbálja elérni valamilyen szinten, valamilyen fokon ezt a tisztaságot, szentséget, igazságosságot, hogy hogyan lehet az akkor, hogy mégis akik bekerülnek az ő országába, képesek utána van rá lehetőség meggondolni magukat, és bűnbeesni, lázadászítani, és lejönni a földre, és a földön élő, földön élőket is tisztátalanná, szentségtelenné, bűnre csávítva az aljas eszközeikkel, hogy ez hogyan történhetett meg a mennyben. És ekkor voltam kíváncsi arra, hogy hát ha az Új Szövetségben ugye vannak utalások, nem is egy, nem is kettő, több mint két-három is, hogy az apostolok jelképesen nyelvszólással úgy beszélnek egymással önmagukról, mint Istennek az angyalai, akiket Isten küldött a különféle helyi csoportosulásokhoz, hogy felülvizsgálják, hogy az isteni rend, az isteni erkölcs, az Isten teljes tiszta igazsága uralkodik-e ezek a közösségekben, hogy az üdvösség útján járjanak, és ne hagyják magukat félrevezetni, megtéveszteni, megfertőzni a kereszténységnek a hazugságaitól, hamis tanításaitól, ami ugye Konstantin császár kereszténységének az alapításától kezdve kezdődött meg a megváltó, szabadító és az apostolainak, a csoportjainak a belülről való szétzilálása és hamis tanokkal való elárasztása, hogy nehogy Isten embereiként ki tudjanak szökni sátánnak a fogságából. És tehát, hogyha az Új Szövetségben látjuk azt, hogy Isten hogyan teremti ebben a hatodik korszakban az angyalokat, az úgynevezett angyalokat. Tehát látjuk az evangéliumokból, hogy Isten ismeri az embereknek az előéletét, tudja, hogy kiben van meg valamiféle mértéke az igazságérzetnek, és azokat az ő igazságával, történetesen ott az élő igazságáltal, a felkent, Istentől választott, kiképzett, és a testi izraeliták közé küldött szabadítójuk és megváltójukként, ugye tanította őket, ezeket az embereket, akikben volt igazságérzet, az Isten, tehát nem a világ szerinti igazság, hanem az Isten szerinti igazságérzet, a kijelentéseket és a proféciákat illetően, meg a tanításokat, az erkölcsi tanításokat illetően, a törvényeket illetően, és ő neki meg kellett tanítani arra őket, hogy ezt hogyan kell, ezeket hogyan kell érteni, és hogyan kell alkalmazni, hogyan kell azok szerint élni, és Isten válogatta ezeket az embereket így ki, és a 3,5 évben pedig megkezdődött a képzésük, és utána pedig, miután befejezték a tanulmányaikat,
akkor pedig éles gyakorlatba küldte őket Isten, és ezekben a nehéz helyzetekben mindig helytálltak Isten igazsága szerint, tehát megpróbáltak lettek, megtisztultak a korábbi vezetőiknek a kabbalista, babiloni kabbalista szentségtelenségtől, istentelenségeitől, luciferizmustól, mindentől. Tehát a megtisztulás, a megszentelődés folyamatán a megpróbáltság, kipróbáltság, helytállóság, igazságban való élés tekintetében meglettek Isten által próbálva, meglettek rostálva, és csak ezután váltak Istennek a földi angyalaivá. Szóval, hogyha látjuk azt, hogy Isten hogyan csinálta, hogyan hozta létre a földi angyalokat, mint Istennek az üzenetének, az igazságnak, igazságainak a közvetítői, ugye angelos az azt jelenti, hogy hírvivő, vagy üzenetvivő, utasítást átadó, tehát akkor meg kell az Ószövetségben is lenni, az Új Szövetségben említett, meg az Ószövetségben is Ábrahámnál, Jákobnál említett mennybeli angyaloknak a létrejöttéről is kell találni valamit. És mert csak akkor kerek az egész, ha az Ószövetségben, Új Szövetségben egymásra mutatóan, egymást alátámasztóan, igazolóan működnek ezek a dolgok. Tehát, és ugye rögtön az Ószövetség első lapján, a Mózes első könyvében található az első fejezet első lapján, amikor is látszólag arról szól az egész, hogy hát 6 nap alatt Isten ezt az egész földet és a rajta levő mindent hogyan teremtette 6 nap alatt. És úgy tűnik, hogy kezdetben, tehát hogy a katolikus keresztény teológusoknak és karizmatikus teológia gyártóknak van igaza, hogy egy ősrobbanás volt, aztán csupasz volt a föld, mert kőzet volt az egész, és akkor ezek után víz lett a földön, aztán utána minden más, ahogy naponként Isten eltervezte, és ezt megcsinálta. Most abban nem akarok elmenni, hogy egy nap az milyen hosszú volt, vagy tényleg 24 órás volt egy nap, és úgy számolta Isten az időt, ahogy most, vagy az az elv érvényesül, hogy egy nap Istennél, mint ezer esztendő, mint egy nap, tehát, hogy esetleg 1000 év volt egy nap, és egy 1000 évet a folyamaton keresztül csináltam, amit csinált. Ebben most nem akarok belemenni egyáltalán. A lényeg az, hogy látszólag úgy tűnik, hogy ezzel az ősrobbanásos kőzetből létrehozott azon tengereket kialakítva, és az egysejtűeket kihozva a szárazföldre, és stb. Látszólag ez tűnik ki, de burkoltan viszont benne van egy nagyon fontos információ, arról, hogy tulajdonképpen ez, amit a világ teremtésének hamisítottak félre, ez tulajdonképpen a világnak a földi élet újrakezdésének az eseményét írja le. Ugyanis több dolog van itt ezen az első részben, ami nagyon pontosan arról árulkodik, hogy Ádám és Éva, és az a harmadik személy, akire rányomták a sátán bélyeget, és mögé pedig egy szarvas, patás, szigonyos, akármit, kecskefejű, akármit találtak ki, a világ minden bűnének az okozójaként. Teljesen bizonyos, hogy ezek hárman egy korábbi civilizációból jöttek, és átmenekültek ebbe a civilizáció, vagy átmenekültek az akkori pusztulásból. Én valószínűsítem, hogy ugyanaz történt, mint most. A világ ketté kezd szakadni, nyugati és keleti országokra, és látjuk azt, hogy gazdaságilag, pénzügyileg BRIC országok és az Amerika és a csatlósai országok sorakoznak fel egymás ellen. Itt most már pusztító
atomenergiákkal fenyegetik egymást, és ennek bizonyosan teljesen biztos, hogy a Föld népességének az eltüntetése érdekében valamiféle tömegpusztító erőt kell bevetni, amit látszólag a BRIC országok és Amerika és a talpnyaló csatlósai, a Vatikán és a brit királyi udvar, a másik oldalon a BRIC országok, Oroszország, Kína és Brazília, India, most már Törökország is, és sok-sok más, több tucat ország jelezte a csatlakozási szándékát, és fordulnak el a nyugati pöcegödörként bűzlő nyugati kultúrától, amiben aztán minden istentelenség benne van, és a pénzügyén keresztül való mindenkinek a kifosztása és eladósítása, és rengeteg ország fordul ettől el, próbálnak megszabadulni ettől a kígyóként, pythonként mindenkire rátekeredő nyugati kultúrától, civilizációtól fordulnak el. Nyilvánvalóan Amerika, Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland nem fogják hagyni a brit királyi udvar és a pápaságnak a világ elfoglaló cégeként nem fogják hagyni, hogy a világ túlnyomó része, több országok, akik egész évszázadok óta csak nyelik a szemetet Amerikától és a britektől, és a keresztény pápai Vatikántól, tehát végre megkezdődött egy ilyen elszakadás, de sajnos ez is csak mesterséges, hogy ürügy legyen a BRIC országok és az amerikai anglo-american establishment között létrehozott konfliktusból egy kiadós nagy pusztítást létrehozni, és ebben ugyanez fog történni, valószínűsítem, vagyis hát a jelenések könyve alapján teljes bizonysággal mondhatom azt, hogy az emberiséget a majdnem teljes kipusztulás szélére fogják sodorni, rengeteg embert el fognak pusztítani ezzel a mesterséges háborúval, ami úgy tűnik, hogy Kína, Oroszország, Észak-Korea és a hős békért küzdő Amerika és a brit királyi udvar által vezetett nyugati demokrácia között folyik, hogy ők felszabadítsák az országokat, és elvihessék a demokrácia üzenetét, és a törvényeit, szabályait, és a korrupt, istentelen, elfajzott erkölcstelenségét, és ebben a háborúban fogják leredukálni az emberiség létszámát, ahogy ezt ők álmodják, 500 millió alá. És ebből lesznek néhányan, akik a következő, a hetedik korszakába az emberiségnek át fognak menni, ahogyan Ádám és Éva és az a harmadik személy, egy férfi, átevickéltek abból a pusztulásból ebbe az újrakezdésbe, és ebből ketten, tehát Ádám és Éva fel akartak hagyni az előzetes világnak a kultúrájával, a harmadik személy az pedig azzal a céllal menekült át, hogy újból felépítse azt, amit ők leromboltak, amit nem sikerült. Ez olyan, mint amikor a börtönből valakit kiengednek, és akkor azt fogja csinálni, hogy hogyan csinálja ügyesebben, hogy másodszorra ne bukjon le. Tehát egy részük, tehát néhány ember átmenekült, és rajtuk keresztül akarta Isten szaporítani, újrakezdeni az életet, az emberi civilizációt a Földön. Ebben megbuktak, nem hallgattak, nem fogadtak szó teljesen Isten angyalának. Aki egész pontosan ezeken a sorokon kezdődően kezdetben teremte Isten ezeket és a Földet, a Föld pedig kietlen és puszta vala, tehát ha megnézzük itt az eredeti héber arámik szavakat, akkor itt ez nem vala, puszta vala, hanem lett.
Tehát valami miatt, ugye a vallásos körökben azt mondják, hogy Isten ítélete volt ez, csak hogy elüssék az élét neki, hogy valamit valakik által korábban történt, és ezt ráfogják az Istenre, hogy az Isten ítélte el őket, és pusztította el őket, meg az óriásokat, meg a démonok, meg a nefilimek, meg minden ez, a kereszténységnek ez a hazugsága, a karizmatikussággal az élen, az összes karizmatikus gyülekezet, és a legnagyobb szakértője ennek, ezeknek a titkoknak valahogy mégis, ugye a hídgyülekezetféle Németh Sándor, tehát ő olyanokat tud ezekről az időkről, csak senki nem kérdezi meg tőle, hogy honnét. Nyilván azt vágná rá, hogy a Szent Szellem mondja neki, de én azt gondolom, hogy az a valóság, hogy ő is, mint minden más, aki híres neves lett a kereszténység karizmatikus ágáin belül, azok mind nagyon magas vatikáni keresztény, katolikus keresztény iskolákból kerültek ki, és fel vannak készítve minden lehetséges kérdésre. Szóval ugyanaz történt ott, azelőtt a pusztulás előtt, amit ők csináltak, valószínűsítem, hogy ott is két részre szakadt a föld lakossága, és egy részük hátat akart fordítani az addigi zsarnokságnak. Ugyanezt történt egyébként kimutatható Bábel esetében, ugye Nimrod és a családja már akkor létre akarták hozni a globális egy világrendet, és az embereket ebbe belecsalva rávették őket, hogy segítsenek megvalósítani ezt a művet. Aztán Isten azt mondja az angyalai által, hogy szálljunk alá, nézzük meg, mit csinálnak. Tehát ők elmondták az igazságot. Isten angyalait leküldte Isten, elmondták nekik, hogy a börtönvilágotok készül, és ők, akik ezt meghallották, felhagytak a közös corporationnel, nem folytatták tovább, szétszillettek a föld minden részére, és ott folytatták a dolgaikat tovább. Tehát valamely módon ez a különféle nemzeteknek az eredete is. Szóval akkor is ugyanezt történt a korábbi civilizációban. Rájöttek arra egyesek, valószínűsítem, hogy mi készül, rabszolga világrendet akarnak építeni, ők ebből ki akartak maradni, de a másik csoport nem hagyta őket, ahogyan ma Amerika és a britek nem akarják hagyni, hogy a világ hátat fordítson nekik, minden általuk kiszipolyozott, kizsákmányolt, tönkretett, rabszolgasorsba döntött más országok, hogy nehogy hátat fordítsanak, ezért képesek lesznek az egész világot lángba borítani, és elpusztítani azokat, akik ennek a folyamatnak a vezetői, leszámolni a legnagyobbakkal, Oroszországgal, Kínával, Észak-Koreával, Iránnal. Ezért megy tulajdonképpen a tévében a propaganda hazugság hadjárat, hogy Irán a terrorizmusnak a melegágya, a palesztinok közül mindenki terrorista, ki kell őket írtani, az egész arab világot ki kell írtani. Erről szól a nyugat, erről szól minden média műsor, hogy most hirtelen föltámad bennük az igazságérzet a muszlimok és az arabok ellen, hogy most Németországban, meg mindenhol hirtelen most észhez tértek, és ledöntik a maszkokat, és kideportálják az iszlám hívőket. Szóval annyira képmutató és aljas, alattomos a nyugat, és a kultúrája, és az erkőstelensége, amit tévén, rádión keresztül sugároznak, hogy tényleg úgy néz ki, mintha a bárány lenne, de amikor megszólalak, azonnal kiderül, hogy a sárkány. Szóval a föld pedig kietlen és puszta lett, sötétség volt a mélység színe, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. Szóval ha van egy harmadik személye Istennek, amit Szent Szellemnek, meg Szent Léleknek, meg Ruhaknak, meg mit tudom én, minek nem neveznek a misztikus kereszténységben, a misztikus karizmatikusságban, ez senki nem készített róla egy videófelvételt, hogy látni ezt a Szent Szellemet. Szóval ki volt ott, és ki tudta elmondani, tiszta igazságként állítva az, hogy látta a Szent Lelket a vizek fölött lebegni.
Szóval. És érdekes módon azt mondja, hogy száraz és puszta, kietlen volt minden, kietlen lett minden, de azért víz volt, ami felett a Szentlélek lebegett. Szóval, ha valaki nem tesz fel a kérdést, akkor azonnal elhiszi ezt a hazugságot a karizmatikusság, hazugság teológiái által, ahogy mosva. Aki meg van egy csöpesz, az elkezd gondolkodni, és kérdéseket tesz fel azonnal. És ha megnézzük a Hebrew Arami szavakat itt ebben az esetben, akkor hamar rájöhetünk, hogy itt hogy az Istennek a lelke lebegett a vizek fölött. Itt teljesen nyilvánvaló, hogy isteni természetű lelkekről van szó, akik lebegtek a vizek fölött. Tehát ahogy bekövetkezett a pusztítás, és háromra csökkent az akkor élő emberek száma, ők a szófogadatlanságuk miatt át tudtak menekülni, ki tudtak abból a pusztulásból menekülni, valahogy életben maradtak, lehet, hogy deszkákon kapaszkodtak a vízözönbe, vagy nem tudom, mit csináltak. A lényeg, hogy át tudtak evickélni a következő emberi civilizáció kezdéséhez alapanyagként, és teljesen biztos vagyok abban, hogyha nézzük Noé esetét, ha nézzük a megváltó szabadító esetét a háborgó tengeren a csónakba a tanítványokkal, visszafelé nézve ez a harmadik, amit ki lehet következtetni, hogy pusztítás, elpusztították magukat az akkori civilizáció, és akik közben úgy éltek, ahogy Isten parancsolta, azok ebben a nagy kataklizmában kimenekítettek Istennek a kegyelme által. Ő a pusztulás fölé emelte őket. Ez az első előképe, de ezt azért maszkírozták el a víz fölött lebegő Szent Szellemre, hogy megint csak a kabalista babiloni luciferizmus nyerjen teret az embereknek az elméjében, és a kereszténységnek a misztérium vallása a fenevadon, a vadállaton, taníthatatlan vadállaton ülő parázna asszony homlokára írt titok, misztérium, misztöri uralkodjon a kereszténység berkein belül mindenki, aki ezzel a témával találkozik, hogy inkább a Szent Szellemre gondoljanak, amit soha nem láttak, mint arra, hogy itt tulajdonképpen egy menekülési, kimenekítési akciónak a története van leírva, amilyen keresztül Isten figyelmeztetni akar bennünket, hogy most ugyanebben az állapotban vagyunk a nagyhatalmak vezetői, akik egy és ugyanabból a családból származnak, mind rokonai mindenkinek, ugyanabból a szabadkőműves páholyokból, az emberiség létszámának a 94-96%-ának az eltüntetésébe kezdtek bele, és hogy ez, erre nehogy rájöjjenek az emberek, ezért a Szent Szellem, a vizek fölött lebegő Szent Szellem sztorit kellett beadni, mert így senki nem fog vészharangot kongatni, hogy emberek ugyanabban a helyzetben vagyunk itt a hatodik korszak végén, mint ott az első korszak, ott megelőző, utolsó korszak végén voltak azok az emberek abban a civilizációban. És Isten az által akar bennünket figyelmeztetni, ugyanabban a helyzetben vagyunk, a pusztítás a küszöbön van, és akik részesedtek az Isten igazságában, és fölhagytak a szellemi paráznaság, a szellemi bálványimádással, Isten ezzel akarja továbbra is bátorítani őket, hogy erősíteni, hogy maradjatok meg ebben az állapotban, ne menjetek vissza a gyülekezetekbe, az egyházakba, hagyjatok fel a YouTube-os hamis tanítóknak a hazugságainak a hallgatásával, mert a pusztítás a közepén van, és akit abban a pillanatban Isten úgy talál, hogy elhagyta, felhagyott a lelki paráznasággal, lelki bálványimádással, megszűnt a YouTube-os hamis tanítókat hallgatni, megszűnt a gyülekezetekbe, egyházakba a járkálástól, megszűnt a tizedfizetéstől, a lábmosástól, a Szent Szellem betöltekezést, a kézrátőtelle gyógyításról, az életet kiszopó, kilopó, parazita gyülekezet vezetők és egyház alapítóknak a pénzügyi támogatásával, azokat Isten ki fogja menekíteni az összeomlás kellős közepén.
Nem lesz előelragadtatás, ahogy abban a ezrek és milliók agya van beprogramozva a karizmatikusság sátáni tanítói által, akik mind a Vatikánnak a beépített ügynökei, a gyülekezetek és a bibliaiskolák élén. Szóval itt a történet arról, ez a párja annak, hogy Isten hogyan teremtette az angyalokat, honnan van Gábriel és Mikael, akik Ádámhoz is mentek, akik Ábrahámhoz is, Jákobhoz is mentek, akik az apostolokhoz mentek, Istentől küldve. Ugye, tehát itt a beszámoló róla. Hogy ők angyallá válhattak, és azáltal, hogy Isten országába bekerültek, nagyon keményen meg kellett küzdeni, az igazságban való élés, a megszentelődés, a megtisztulás, az emberi gondolkodástól, az emberi bűnöktől való megtisztulás, megszentelődés, szentséges életben való élés bemutatása által mehettek csak oda. Akit ezt Isten nem talált ebben, az nem mehetett be, nem vette föl a pusztítás elől, nem menekítette ki őket és vitte be az ő országába, csak úgy, mint ahogy a megváltót és a vele együtt a felhőben levőket, ahogyan elvitte Róma pusztítása elől, ezeknek mind szent életű embereknek kellett lenni, tiszta hazugság doktrináktól, tanoktól, teológiáktól, kabalától, mindentől mentesnek kellett, mindenféle misztérium, keresztényes és antikrisztusi karizmatikus misztérium hazugságtól, ezotériától, luciferizmustól mentesnek kellett lenniük. Ennél fogva nem történhetett a mennyben való sátánnak a keletkezése, fellázadása, felfúvalkodása és a mennyből való kivettetése. Pontosan ez a történet mesélni el, de mivel meghamisították, csak úgy, mint a következő bejátszásban szereplő történetet is meghamisították, azt azért, hogy ne lehessen rájönni arra, hogy itt tulajdonképpen az a személy, akire ráakasztották a sátán cédulát, az a személy nem a mennyből jött, hanem egy korábbi civilizációból jött, túlélőként, azzal a szándékkal, hogy folytassa azt, ami abban maradt az akkori világégés által meg lett szakítva. És ha nem hamisították volna meg a keresztények a Bibliát, és hittudományi egyetemeken, meg mindenféle kereszténység berkein belül elismert, márkásított, nevesített intézményekben nem hamisították volna meg a Bibliát, tudnánk egész pontosan a nevét annak a harmadik személynek, aki ellene beszélte Évát Ádámnak, hogy ne fogadjon neki szót, ne fogadj el az Ádámtól, az angyaltól az Ádámon keresztül jövő tanításokat, ne fogadjon neki szót, hülyeséget beszél Ádám, főleg az az angyal, az meg valószínűleg a sátán, ezért ne hallgassál rá, inkább szót fogadott Éva ennek a férfinek, aki aztán utána gyereket csináltnak, és ettől fogva egész sok ezer éven keresztül a világ királyai, a világ vezetői, világ politikusaiként ma itt ülnek a szemünk előtt a parlamentekben, és bankokban, és gyülekezetek élén, és vezetnek bele mindenkit ennek a korszaknak a végső összeomlásába, és az emberiség nagymértékű 96%-os elpusztításába. Szóval ezért nem hiszek abban, hogy a mennyből bukott ki sátán, és arról szól ez a bejátszás, hogy valójában hogy is működik a Biblia feldolgozása és újrafordítása a különféle egyházak élén, az általuk alapított magas, nagy színvonalú, nagy tekintélyű egyetemeken és akadémiákon. Most folytassuk, lássuk. És most ketté választom ezt, mai napon kizárólag a sátánról fogok beszélni. Sok gondolatmenetet nem fogok végigvinni, mert nem fogok a bűnről és a gonoszról beszélni. Arról majd akkor... Így van, a bűnről és a gonoszság eredetéről, a karizmatikus és a Luther által létrehozott antikrisztusi áll protestantizmusban soha nem szeretnek beszélni, és viszont sátáron különösen sokat szeretnek beszélni, abból az aspektusból nézve,
figyelve, hogy vajon mi történhetett a mennyben, és hogyan történt ez ott, ez a nagy misztikum, amiről nincsen. Tehát arról van majdnem videószerű képünk a bibliahamisítók által, hogy a Szent Szellem lebegett az óceánok vize fölött, de arról nincsen képünk, beszámolunk, videófilmünk, hogy hogyan történt a lázadás egész pontosan a mennyben, ugye? Szóval, hogyha valaki használja az agyát és kritikus kérdéseket tesz fel, 3 percen belül meg lehet az egész kereszténységet buktatni az összes képviselőjével együtt. Akkor lesz, ha még egyszer véletlenül meghívtak. Ezek után. Tehát kizárólag a sátánról fogom beszélni. Mit tudunk a sátánról? Elolvasom nektek a Biblia Szövetség honlapján, mit találtam, mert így kutakodtam. A következőt. A Biblia a sátán eredetével kapcsolatban tartózkodó. Csupán sejteti, hogy a sátán valamikor angyali fejedelem volt, aki fellázadt teremtője ellen, és lázadásába bevonta az angyalvilág egy részét. A lázadás... Na most itt is a kritikus kérdést felteszem. Ha akkor ez lehetséges volt egy angyalnak, azóta miért nem lehetséges még többnek? Miért nincs további beszámoló arról, hogy minden 15 évben újabb angyali fejedelemség gondolja meg magát, és választja a saját maga útját, és próbálja elérni azt a célt, hogy nagyobb, erősebb, hatalmasabb, mindentudóbb, és az egész emberiségnek az urává fog válni. Miért is beszámoló arról, hogy többféle angyal, akik így megbuktak az elmúlt több ezer évben, egymás ellen csatároznak, hogy kié legyen a föld fölötti hatalom. Hiszen ha emberek között ez működik, látjuk, hogy Amerika az egész világot be akarja nyelni, és mindent tönkre tesz, mindent elpusztít a vasfogú, vaskörmű, Isten igazságára taníthatatlan vadállatként. Megy a marakodás a brittek, a franciák és az amerikaiak között, látható szint felszíne alatt, nagy feszültségek vannak, akkor hogy ez nem látható a bukott angyalok birodalmában, hogy annyira megváltoztak és igazságszeretők lettek hirtelen, hogy amíg elhagyva az Isten országát rendbontókká váltak, hirtelen utána rendszeretők lettek, mert hierarchizmusba besorolták önmagukat, és szót fogadnak sátánnak, mint istenüknek. Tehát ez is egy akkora hülyeség, hogy tényleg csak a bomlott agyú elmebetegek tudnak ilyeneket elhinni, főként azok közül, akik ilyen Szántai Lajos, meg különféle magyarság történetekkel van az agyuk telepumpálva, meg különféle mitológiákkal és eposzokkal, kalehalákkal, és tulajdonképpen a 100.000. gyerekkorukat élik a sok hülyeséget hallgatva, mint esti mesét a fogmosás után. Előtt a neve Lucifer, a lázadás után Sátán. Így van, ezt is szeretném tudni, hogy honnan lehet ezt kiolvasni a Bibliából, mert soha nem találkoztam ezzel az információval, hogy kezdetben Lucifer volt a neve, utána pedig Sátán lett a neve, és vajon mi lesz a következő neve, hogyha olyan fázis? Mi a következő fázis? Erről miért nem szólnak a tanítások? Hiszen annyi mindent tudnak a nagy brilliáns elmével megáldott teológia fabrikálók a jezsuiták élén, a karizmatikus gyülekezetek egyházak élén, meg a YouTube csatornák élén. Brilliáns elmélyű hazudozók, profi hazudozók, minden tudó, minden teológiát tudó, gyártani tudó emberek vannak képbe, hogy erről még nincsen legenda. A zárójelbe az Ezékiel 28. Jó, hát akkor nézzük utalása az Ezékiel 28-ra. Ezékiel 28 és 14. versre hivatkozik az összes egymástól független ágazata a kereszténységnek, az antikrisztusi szekták, egyházak, gyülekezetek, felekezetek, mozgalmak, berkein belül mindenki erre hivatkozik, tehát erről is tudható, hogy az eredete mindegyiknek ugyanaz, beépített ügynök a Vatikánból hozta létre ezeket, a Parham Fox, a Tézer Russell, a Jehova tanúit, a Parham Fox, a pünkösdizmust,
aztán Ellen G. White a hetednapi adventisták szektát, aztán beszélhetünk bárkiről, bármiről, Benny Hinn féle antikrisztusi mozgalomról, beszélhetünk a hídgyülekezet vezetéről akár, hogy milyen köze van a szabadkönyvesekhez, és ezen keresztül hogyan a Vatikánnak a megbízottja a hittudományi egyetemről kikerülve, katolikus teológiával az elméjében hirtelen ellene fordult volna, mint Luther a pápaságnak, és a kutya, kéz, ami eteti és ellátja, abba beleharapott volna, nem gondolom. Szóval ebből is látszik, hogy a forrása egy és ugyanaz a hazugság mindegyiknek, mindegy, hogy miről beszélünk. Az összes egyháznak, ebben hisznek. Tehát ebből is lehet tudni, hogyha föltette volna valaki a kérdést, mindegyikben megbukott volna, megrohanták volna az egyházalapítókat és a gyülekezetvezetőket, meg azoknak a leszármazottat, meg a bibliaiskolás tanítókat, meg mindegyiket, hogy hé, hát, hogy is van ez? Megdőlt volna, de mivel sehol sem történt ilyen világforradalom, ebből lehet tudni, hogy felső vezetés alatt, felső kontroll alatt működik az egész kereszténységnek az összes 250 ezer válfaja és szektája, egyháza, mindene. Szóval, mielőtt elkezdenénk beleolvasni, amit gondolom sokan fejből fújtok már, kijöve valamilyen egyházból, gyülekezetből, szektából, ez Ezékiel 28-nál a fő cím, Tírus királya ellen való jövendőlés. Hogyan van ez kapcsolatba, amikor itt egy emberről szól, aki a világ királya lett, az akkor ismert világ királya lett, és Isten a proféta által szemére hányja a felfúvalkodottságát és az Isten ellen való beképzeltségét, és Isten ezáltal elmondja, hogy hogyan lesz megaláztatva és hogyan lesz vége. Szóval, és akkor a 14. verstől ott válik érdekessé a történet, váltás, a keresztények és a karizmatikusok vezetői által és teológusai által, hogy itt aztán bekapcsolódik a kép, hogy itt már sátáról van szó, csak nem tudom, hogy hol van az a váltókar a vasútvonalon, ahol ezt a vonatot átirányították erre ebbe az irányba, erre a vágányra. Valáfelkent oltalmazó kerúb, és állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál tüzes kövek között jártál, fethetetlen valá utaidban, attól naptól fogva, amelyen teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned, kereskedések bősége miatt belső erőszakossággal tehát meg is vétkezél, ezért levetélek téged az Isten hegyéről. Tehát itt az Isten hegyéről van szó, és nem a mennyországból van szó. És elvesztélek, te oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül. Szíved felfúvalkodott szépségére, maga bölcsességed. Ha megnézzétek a kereszténységnek és a karizmatikusoknak, meg a hetednapi adventistáknak, meg bármelyiknek, mindegyik a sátánt gyönyörű szép férfinak, csábítónak és szemet kápráztató szépségnek, gyönyörűségnek írja le, mint hogyha ők maguk találkoztak volna vele. Ennyi erővel elmondhatták volna azt is, hogy jelen voltak, amikor a Szent Szellem a Mózes első könyvében az első lapon lebegett a vizek fölött. Már csak ez hiányozna a hazugságukhoz. Szóval, itt ez a leírás, ami teljes bizonyossága mondhatjuk az kétség kívül, hogy a király ellen szólt Istennek ez a vádiratta, amelyben bűnösnek találtatott, és az ő végét mondja el a proféta által, Ezékiel által. Nos, hallgassuk ezt a jó embert ebben a néhány percben, hogy milyen érdekességgel szolgál, és nagyon örülök, hogy ezt elmondja, mert tulajdonképpen az én életemben ez hiányzott ahhoz, hogy teljes bizonyossággal, teljes meggyőződéssel, kétség kívül azt tudjam állítani, hogy egy oltári nagy bibliahamisítás folyik minden szinten, minden felekezetben, amelyiknek bibliaiskolája, egyeteme van, és biblia fordításokkal foglalkoznak. Biztos lehettek benne, hogy az összes nem magától vette ezt a feladatot, hanem utasítást kapott, és főként egy olyan fordítás kidolgozására, amiben a Lucifer és a sátán téma központi szerep, mert ezáltal van eltakarva az, hogy aki Ádámnál, Évánál, az a férfi ott volt,
és paráznaságba ejtette Évát, és Éva gyerekeket szült neki Ádám gyerekei mellett, hogy az ő fattyaival ki tudja szorítani Ádámnak a gyerekeit, az Istennek, az igazságának a hordozóit, ki tudja szorítani ebből a világból, és az Istenről tudható igazságok eltűnjenek, meg az ő személy azonosságát leleplező valóságos információk háttérbe szoruljanak, hogy ki ne derüljön, hogy minden világvezető politikus, egyházfő, pénzügyi szakember, ezek mind-mind egy követ fújnak, egy a céljuk, az egy világrend létrehozása, az egész világ minden országának az elfoglalása, tömegpopuláció, redukálás, reduction, tehát hogy alig néhány millióra lezsugorítsák a jelenlegi 8,3 milliárdot, mert különben, ha a Bibliában nem hamisították volna meg, akkor a Biblia lenne az egész Földön az egyedüli forrása annak a beszámolónak, hogy ki volt az a férfi, hogyan csinálta Évával, és milyen kapcsolaton, milyen felmenői ágazatokon, meg lemenői ágazatokon vannak itt jelen a világunkban, akik mind a mi érdekünkért harcolnak és küzdenek állítólag, de egyre rosszabb mindenkinek az élete, és egyre keservesebb a világ, és egyre nagyobb a pusztítás. És ha ez nem történt volna meg, ez a hamisítás, akkor mára már tízezredszer történne forradalom a Földön, a világvezető politikusok, a háttérhatalom, a brit király udvar ellen, és a minden király ellen, akik a háttérbe szorulva, háttérből intézik az ügyeket a pápának és a királyi udvaroknak, és futtatják a szabadkönyves páholyokat és az ügynökeiket minden országban, minden bankrendszerben, minden politikai pártba, minden tömeggondolkodás befolyásoló helyre betették az ügynökeiket, és ezért nem jön rá senki, és nem történt világforradalom, hogy az emberiség lerázná magáról ezt a parazitát, ennek az általam náhásnak nevezett férfinek az itt jelenlevő utódai, leszármazottaiként, hogy az emberiség megszabadulhatna és beteljesedhetne itt a Földön a mennyország, de ez nem történhet meg, mert a hazugságnak mennie kell, tovább kell szedni az áldozatát, mindenkit mindenki ellen, egymás ellen kell hergelni és fordítani, és mindenkit képessé kell tenni arra, hogy képes legyen másiknak a meggyilkolására, és ez meg fog történni, az emberek, a romlott emberek vágya meg fog történni, tényleg a kihalás szélére fog sodródni az emberiség, és ott megint majd lesz egy maréknyi egy-két ember, akik ebből a pusztításból át tudnak evickélni, általuk szervezi Isten újra kezdi 1000 évre a megváltó, felkent szabadító által újra szervezni az emberiség, az emberi civilizációt a Földön, ahogy ez történt Ádám és Éva előtt. És ezt megelőzően pedig, mielőtt ez a világégés befejeződne, de már rég folyik és működik a pusztítás, eközben az Isten igazságában élőket Isten használja, hogy ezek az információk, amit én is közlök veletek, minél többhöz jusson el, és minél többet tudjon Isten általa fejbe kólintani és észhez téríteni, hogy hagyjanak fel az istentelenség, az igazságtalanságnak, a szolgáinak a kiszolgálásával és a hazugságaiknak a továbbadásával, és Isten szerint kezdjenek élni, mert akkor Isten megbocsát, és mielőtt kipusztulna az emberiség, Isten fölveszi ebből a nyomorból, az igazság hiányának, a nyomorának a világából, kiveszi Isten az övéit, ahogyan ez történt azokkal, akik a pusztításból fölemeltettek Ádám előtt, és Isten országába kerültek, akik között volt, lett belőlük Mikael és Gébriel, ezt a két nevet lehet tudni a sok közül, de egyébként azt mondja a Zsoltárokban talán, hogy Isten angyalainak a száma 1000-szer 1000 és 10000-szer 10000, szóval sok van, de mégiscsak kettő lett megemlítve közülük, és tulajdonképpen ez az egésznek a lényege.
Lázadása a számunkra láthatatlan mennyei világban történt, és egyértelműen Isten, illetve Isten teremtési rendje ellen irányult. Aztán szeretnék egy olyan szöveget felolvasni, amit egy olyan ember tanulmányából idézek, akit ti jól ismertek, Arnold Fruchtenbaum. Arnold Fruchtenbaum ugyancsak egy nevesített profi hazudozó, hamis tanító, antikrisztus, hamis proféta a karizmatikusság berkein belül. Ugye ma a Vatikán által bizonyos etnikai körökből ezreket küldtek ki a világ egyházaiba, hogy propagálják a templomépítést, és a babiloni kabala keresztényesített változatát val mossák a keresztények ezreinek, milliónak az agyát. Tehát ennek a bálványnak, Fruchtenbaumnak a műsorából idéz ez a férfi. A következőt mondja. A sátánról szóló tanulmányának az első mondata, a sátán eredetéről szóló fő írásrész, Ezékiel 28, 11-15-ig. Most, hogyha avatatlan vagy, és hiszik, hogy naív vagy, akkor ezt a hamis tanítást el is fogadod azonnal, csak azért, mert Fruchtenbaum az illetőnek a neve, és ma a karizmatikusság berkein belül különösen nagy divat az eféle etnikumból származó embereket Isten küldöttének elfogadni, ugyanis a karizmatikusság berkein belül egy újabb áramlat vette hatalma alá a naív, felületesen Bibliát olvasóknak a tömegeinek az elméjét, ez pedig a messianisztikus zsidóságnak a messianisztikus, karizmatikus messianizmus mozgalom, amely vette célba és győzte le a karizmatikusság berkein belül az összes karizmatikus egyházat, felekezetet és azoknak a hallgatóinak a tömegeit. Tehát mind a két vélemény Ezékiel 28-at hozta, ami a sátán eredetét mutatja be nekünk. Elolvasom gyorsan. Fú, lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz ez most, mint három, de arra mondjatok. Ezékiel 28, 11-től olvasom. És elkergettelek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül. Hát ez az a néhány igevers, ami a középpontjában van a sátán történetének. Ezzel kapcsolatban kerestem a YouTube-on tanításokat, meg is találtam Fruchtenbaumnak a tanítását. 2012-ben volt itt nálatok, és a sátánról tanított. Ez mindig óriási kérdés volt a számomra, hogy miért van az, hogy, tehát, hogy a Magyarországon élő emberek azok nem rendelkeznek elmével, aggyal, nem tudnak Isten szerinti erkösben élni, hogy Isten személyesen az írásból adna nekik 2-3 igén keresztül kijelentéseket és igazságokat, leleplező igazságokat, hogy a magyar emberek ennyire elmaradottak és ennyire letaprongyosodottak, hogy elmebeli kapacitásuk nem lévén más országokból kell importálni a hamis tanítókat, az Istennek a nagy embereit, hogy mindig csak más nyugati országba, Angliába, meg Amerikába teremnek ezek a szuper proféták és evangélisták, és mindig csak ezekben az idegen országokban léteznek ilyen nagy erkölcsű emberek, akikkel Isten személyesen a Szent Számán keresztül kommunikál. Szóval ez nekem meglepő, hogy ott Magyarországon élő emberek ezrei olvasnak Bibliát és hallgatják ezeket a hazugságokat, senkiben nem merül fel az, hogy miért nem lehet nekünk magyaroknak
saját kapcsolatunk az Istennel, az isteni erkölcsben élve, miért nem kaphatunk mi kijelentéseket, miért az egyébként is, ha megnézzük ezeknek az országoknak, az Angliában és az Amerikában élő keresztényeknek az erkölcsét, hogy mennyire borzasztóan romlottak és istenkáromlóak és szentségtelenek a nyugati országokban élő keresztények, és főként a vezetőik, hogy sorba buknak meg a különféle ocsmányságaikban, hogy lelepleződnek a sikkasztásaikról, a sok nehézségről, a szexuális, illegális szexuális életükről, rengeteg hír látott napvilágot, amelyeknek nagy része bizonyítható is. Tehát tényleg ez lenne a tendencia, hogy Isten a feslet romlott erkölcsű nyugati országok keresztény vezetői által tud csak a magyarokhoz beszélni. Tehát egyetlen magyar sem teszi fel ezeket a kritikus kérdéseket, hogy miért nem kaphatok én személyesen Istentől sok év erkölcsben élés után, 2-3 évvel olvasva az igét, hogy létezik, hogy Isten nem adna kijelentéseket az igéből, amelyek leleplezik ezeket a hazugságokat. Szóval ez is elárulja a hétköznapi magyar emberek hozzáállását, a bibliaolvasást és a hamis tanítóknak a szűrését illetően. Óriási a baj. A videó 19. percében elolvassa Ezékiel 28-nak a 14. versét, Fruchtenbaum testvér. Azt mondja angolul, mondja a Bibliából, you are the anointed cherub. Mellette áll a tolmács hölgy, és a következőket mondja, fölkent kérubot adtam melléd. Ez akárhányszor tekered vissza, ez így lesz. Tehát, Fruchtenbaum olvassa a Bibliából, hogy te egy felkent kérub vagy, a tolmács hölgy olvassa a Bibliából, hogy felkent kérubot adtam melléd. Ez nem mindegy. A Bibliában Isten szimbólum jelképszólása szerint valaki mellé kerubot rendelni, hogy az Ószövetségben Mikája volt a testi izraeliták, az igazságban élő testi izraelitáknak a védelmére rendelve. Az Új Szövetségben ugye a megváltó maga allegórikusan szólva lett az engedelmeskedő izraelitáknak rendelve, hogy tanítsa őket, a pogányság számára pedig az apostolok. Pál azt mondja, hogy mint Isten angyalát úgy fogadtatok engem, és még a szemeteket is kivájtátok volna, hogy találkozhassatok velem, ugye? Szóval teljesen egyértelmű, hogy egy képszólásról van szó. Tehát ennek a királynak, akiről itt az Ezékiel 28-ban szó van, tehát Cyrus király, vagy Tírus királyának mondja ezt Isten, hogy felkent kerub lett mellét kirendelve. Ugye a hamisított fordítás azt mondja, hogy te magad vagy Lucifer a felkent kerub, Istennek a védő kerubja, de szóval hamar kibukik a hazugság. Szóval ebben az esetben Ezékiel ről van szó, ő az Istennek az angyala, ennek a királynak, akinek át kellett adnia ezt az üzenetét Istennek. Tehát például ennek a másik formája a kéz által, vagy kézenfogás, vagy kézenfogva vezetés. Tehát Izrael népét azt mondja az írás, hogy Isten kézenfogva vezette ki Egyiptomból. Hogy történt ez? Isten az angyalát küldte Mózeshez, Mózesnak megtanította az utasításokat, és Mózes pedig az Isten parancsolatai által kivezette a népet az egyiptomi fogságból. Tehát ilyen egyszerű az egész. Az Új Szövetségben itt, ebben az időben, amiben élünk, Istennek a védelmező, oltalmazó kerubja van mellettünk, a Biblia, amely által Isten a még meg nem sötétedett elmélyű Biblia olvasókat tudja még motiválni, utasításokat adni, vezetni, óvni, inteni, bátorítani, vigasztani őket, ugye?
És tulajdonképpen mi is a lelki Egyiptomból vagyunk kifelé vezető úton, és a mi Mózesünk az nem más, mint az Istentől választott, az Isten által megpróbált, és Isten által a tanításunkra küldött szabadító megmentő, akit a vallásos körökben a kereszténység Jézus Krisztusnak nevez hazugul. Szóval erről van itt szó, nincsen semmiféle sátáról szó, hanem erről van szó, hogy Tírus királya ellen a profétájával beszél Isten, mint oltalmazó kerub, hogy még megpróbálja lebeszélni az utolsó nagy húzásáról, amit elkövetne a király, mielőtt romba dönti esztelenségében az ő birodalmát és önmaga királyságát. Nagyon nem mindegy. Megkerestem, hogy fuktam be a Bibliájában, mi van. A két fontos momentumot olvasom. 14. vers. Fölkent oltalmazó kérub voltál, stb. 16. vers. Levetettelek téged Isten hegyéről, és elkergettelek téged, te oltalmazó kérub. Aztán megtaláltam, hogy a hölgy milyen Bibliát tartott a kezében. A Calvin kiadó által kiadott szövegvariást. 14. vers így hangzik, fölkent kérubot adtam melléd. 16. vers hogy hangzik? Száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett téged az oltalmazó kérub. Hát, nagy különbség. Hogy mit ír az írás? Ezt a Padlás szobában olvastam, lementem a feleségemhez, és mondtam neki, hogy itt nagy baj van, nézd már, mit találtam. Mint a feleségem kinyitja a Calvin Bibliáját, ugyancsak, és megdöbbenve tapasztaljuk, hogy az ő Calvin Bibliájában más van, mint az én Calvin Bibliámban. Ő nála ugyanaz van, mint ami a Fruchtenberg bácsinak a Bibliájában volt. Na, fölhívtam a Calvin kiadót, hogy segítsenek nekem az összes valaha kiadott Calvin kiadó szövegvariást megnézni, mert itt valami változás történt. Azt mondták, ez nagyon egyszerű, mert összesen 3 szövegvariáns létezik, 1975-ben készült egy fordítás, 1990-ben készült egy fordítás, és 2014-ben készült egy fordítás. Hát megnéztem, az 1975-ös és az 1990-es fordításban szerepel az, ami nekem is volt a Bibliámban, mert én azt a Bibliát 25 évvel ezelőtt kaptam, házasságkötésünk alkalmából a Budafoki Baptista gyülekezetben. Azonos a 14. vers, fölkent kérubot adtam melléd. Ezen a 75-ösben is, meg a 1990-esben is. És ez a legközelebb az eredeti héber-arámi szöveghez. És nyilvánvaló is, tehát Ezékiel volt Tírus királynak, úgymond az életében az az oltalmazó kerub, akin keresztül Isten ellene beszélt, és figyelmeztetni akarta volna az esztelenségére, hogy ne istentelenkedjen és lázadozzon, mert Isten véget fog vetni a birodalmának. Szóval nem tudom, hogy soha nem tudtam megérteni a kereszténység berkein belül, hogy hogyan passzol ez össze ez a rész, azzal hirtelen egy váltás, és mint hogyha már nem Tírus királyához beszélne Isten, hanem itt jön, hogy hogyan került a képbe, hogyan történt ez a váltás, hogy mintha Tírus királyhoz beszélne, de valójában Sátánhoz beszél, és ebben a prológban Isten leleplezi Sátánt, hogy hogyan is történt ez a lázadás, és mi is történt a mennyben valójában. Ez az egy kijelentés lenne különben, és erre fölépítettek egy egész egyházat, erre fölépítettek a kereszténységnek a hamis tanításait. Tehát ez mindig meg lehet látni, hogy egy-egy hamis, hamis tanítás, egy hamis teológia, egy hamis tan, az mindig egy ígére, egy történetre épül fel, és abba kikerekítenek egy egész magyarázatot az univerzum teremtését illetően.
Szóval soha nem két-három történetet és igeverset használnak, amely által Isten maga támasztaná alá, erősítené meg, hogy igen, ez tényleg ez az igazság, ezt én küldtem nektek, így értelmezzétek. Ilyen soha nincs a kereszténység belkein belül. 16. versben pedig, hogy elkergetett téged az oltalmazó kérub. A 2014-es verzió már azt mondja, hogy fölkent oltalmazó kérub voltál, és levetettelek téged az Isten hegyéről, te oltalmazó kérub. Tehát csak 15 év kellett, hogy egy generációt beoltsanak, hogy képesek legyenek megváltoztatni úgy a szöveget, hogy senkinek ne tűnjen föl a különbség. Azt illetően, hogy 15 évvel ezelőtt, 14-15 évvel ezelőtt még arról szólt a fordítás, hogy oltalmazó kerubot adott Isten a Tírus király mellé, és miután nem fogadott szót az utasításainak, ezáltal a kerub által elkergette Isten. Szóval 14 évnek kellett csak elteljen, hogy senki egy szót ne kérdezzen afelől, hogy ez 14 évvel ezelőtt még nem így volt fordítva, mi az oka ennek, és erről fog beszélni nektek ebben az elhangzó műsorban, hogy miért is kellett ez a váltás egész pontosan. Tehát a tolmács hölgy azért fordított másképp, mert 2012-ben még nem létezett a 2014-es szövegvariánsa a Calvin kiadó Bibliának, tehát ő mást fordít. Igen, de mi az oka a változásnak? Kérdeztem a kiadótól, tudnak-e segíteni? Figyelmed, ajánlottak egy könyvet, ami leír, hogy jött létre a 2014-es szövegvariáns. Ezt elolvasva láttam, hogy a 2014-es szöveg ószövetségi részét dr. Kustár Zoltán testvér gondozta. Hát akkor őt kell megkérdezni, hogy miért cserélődött ki? Na, kiderült, hogy Kustár Zoltán testvérünk a Debreceni Hittudományi Egyetem rektora. Hittudományi egyetemi rektorokról beszélünk, emberek. Hát a kereszténység fellegvárának, a piramisának a csúcsában levő szorgos ügynökökről van szó. Nem a konyhán dolgozó mosogatóról van szó, aki különös érdeklődést mutat a Biblia eredete iránt. Nem az autószerelőről van szó, nem a tanárnőről a 8. osztályban, és nem a pékről, nem a középszerű emberekről, hanem itt nagyon magas szinten tevékenykedő a kereszténység berkein belül is a legfőbb méltóságos urakról van szó. Most éppen, úgyhogy írtam neki egy e-mailt, amivel megkérdeztem, hogy jó helyen kopogtatok-e, tényleg ő volt-e az, és hogy miért. És nagyon gyorsan, korrekt választ kaptam tőle, amivel leírta és felhívta a figyelmet egy cikkre, amit egy katolikus újságban jelent meg, vagy labban jelent meg. Szóval nem is telt el sok idő, hamar felgöngyölítette Isten az igazságot, és kibújt a szög a zsákból, hogy a protestáns egyházak élén tevékenykedő hittudományi egyetemeken a legmagasabb pozíciókban is levő emberek, akik állítólag protestálnak, tehát tüntetnek, ellene mondanak a római kereszténység vezetőinek és doktrináinak, hogy még ők is elmennek a szomszédba a katolikus írókhoz bölcsességért. Természetesen ezt nem fogják nagy dobra verni, mert akkor hamar kiderülne az, hogy hát a vezetőik tulajdonképpen egy és ugyanabba a világ elitbe fociznak, ugyanabba a csoportba fociznak. A világ 8,3 milliárdja ellen. Ami részletesen elemzi ezt a Ezékiel 28-at. Na, ebben a cikkben összefoglalom nektek gyorsan, hogy mit olvastam, hogy Ezékiel 28-ban ez az ige szakasz egy több kultúrkörben is ismert mitosznak egyfajta lejegyzése. A kutatók által felvetett három mitosz, mint lehetséges háttér között nem lehet, de talán nem is kell döntenünk, hiszen mindegyik mögött
a számtalan formában megjelenő bukott Isten vagy mennyei lény gondolatköre áll. Szóval a hittudománya debreceni vagy nyíregyházi debreceni hittudományi egyetem vagy akadémia vagy mit tudom én mi az rektorként dolgozó személy, akire rá van bízva emberek millióinak az üdvössége, hogy a tiszta, szintiszta igazat nyerjék az igéből, és aszerint éljenek, hogy üdvösségük lehessen. Egész pofon egyszerűen ezt az embert nem érdekli valamilyen oknál fogva az egyszerű embereknek az üdvössége, hogy szintiszta igazságot kapjanak, hanem őt valamilyen oknál fogva az érdekelte, hogy a régi antik világ kultúráiban, történeteiben, mítoszaiban levő történeti leírás bukott istenekről, meg bukott angyalokról tovább öröklődhessen az ő általa készített biblia fordításon keresztül. A valamiért azt a fajta mítoszt, mitológiát különösen fontosnak és érdemesnek tartotta arra, hogy el ne vesszen, ezért beleültette az Ezékiel könyvébe, amikor is Isten az Ezékiel ellen keresztül Tírus királya ellen beszél. Ez a mitosz különböző változataiban az Ézsaiás 14-en kívül az Ószövetségben máshol is megjelenik. A keresztény kultúrkörben a mennyből letaszított sátán vagy Lucifer képzetében él tovább. És még egy mondat, az Ezékiel 28-nak ezek az igeversei, a kanonikus formája, tehát hogy a Bibliában nagyon messze áll Ezékiel eredeti proféciájának a szövegétől. Szóval, nagyon egyszerűen fogalmazva, az, amit ma a Bibliában olvashatunk az Ezékiel 28-ban, annak fényévnyi köze sincs ahhoz, amiről valójában az eredeti fordításnak kellene szólnia. Az átdolgozások nyomaitól megtisztított profécia, tehát ha lehántjuk róla az átdolgozások nyomait, azonban egy teljesen szabályos költeményként áll előttünk. Lezsugorítva Isten üdvösséget hozó szent tiszta igéjét, ami által, ha valaki gondolkodik és él, és abban az erkölcsben élve éli az életét, akkor arra Isten bűnbocsánatot ad, és az emberiség kipusztulása elől való megmenekülést adja Isten. Lezsugorították egy szifiliszes, alkoholista, drogfogyasztó Petőfi Sándor, meg Ady Endre, meg József Attila, meg az összes többi szabadkönyves író, költő, színész és zenész művére, amelyet, hogyha elfogadsz és aszerint gondolkozz, aszerint élsz, garantáltan elkárhozol. Milyen zseniális, hogy ilyen magas rangú személyiségek a kereszténység élén ilyen döntéseket hozhatnak, és ilyen jellemzést írhatnak az Istennek az életmentő igazságairól. Megkérdeztem, hogy mi volt az oka ennek a váltásnak. A válasz a következő. Ezékiel itt azt juttatja kifejezésre, hogy csak csalóka a jelenlegi siker, a csillogás, mert ha a felfúvalkodottságba egy mennyei lény is belebukott, akkor egy ember még inkább csúfosan fogja így végezni. Az 1990-es fordítás ezeket az ősi elemeket igyekezett tompítani, féltve az olvasókat a megbotránkozástól, illetve a lelkészeket a nehéz kérdésektől. Aha, szóval itt a magyarázat, tehát hogy a korábbi fordításokban még azért nem tették bele a Tírus király történetébe belehamisított antik világ mendemondájából való bukott Isten teológiát, mert féltették az akkor élő bibliaolvasókat, hogy hát ha meg fognak botránkozni
hogyha ilyet találnak a Bibliában, másodszorban pedig az akkori lelkészeket szerették volna megkímélni azoktól a kérdésektől, amire esetleg egyszerű emberek rájöttek volna, és hogy itt valamiféle hamisítás van, és kérdőre vonták volna az előjáróikat a gyülekezetek élén, meg az egyházakban, és hogy nehogy valamiféle forradalom törjön ki, és rengetegen elmeneküljenek a kereszténységnek a karizmatikus szektáiból, egyházaiból, nehogy a pénz forgalom megálljon és megszűnjön a tizedfizetés és az egyéb felajánlások meg támogatások, ezért kegyelmesek voltak, és akkor még nem tették bele ezt a mondakört legendákból származó bukott Isten teológiát a korábbi fordításokba. Valószínűsítem, hogy már a 90-es évek végére már éretnek látták, zárójelbe, már megfelelőképpen agymosott állapotba lettek hozva a Biblia olvasók ahhoz, hogy ez senkinek ne tűnjön fel a 2014-es Calvin kiadó fordításába. Szóval nem milyen körmönfontolt és agyafúrt módon használja Sátán az ő embereit, és csűrik, csavarják, és vesznek ki, és tesznek hozzá Istennek az üdvözítő igéjébe? Utána tett egyébként egy ilyen internetes smiley-t. Jó, hát tulajdonképpen itt meg is állítom a videót, ezek után nincs benne semmi érdekes. A végére az derül ki, nagy szomorúságomra, hogy itt elmondja az igazságot, hogy utána járt valaminek, rájött valami egetföldet rengető igazságnak, ami aztán azzal tompítottak el, hogy ha neked azt tetszik, hogy van egy bukott angyal, és ezzel akarod magyarázni a gonoszság és a bűn eredetét, akkor higgyél abba, ha ez számodra felháborító, akkor pedig menjél a hitéleted során egy másik vonalon. Szóval el lett mondva az igazság, de senkit nem érdekelt, mert a végén ráprogramoztak az emberekre, hogy választhatod ezt, választhatod azt, mindegyikkel tulajdonképpen semmi baj, így is, úgy is lehet üdvözülni. Ami az én meggyőződésem szerint egy óriási hazugság. Szóval ennyit akartam bemutatni, elmondani nektek, és remélem az az egy-két néhány személy, akik a csatornára látogatnak, és megszüntetek a lelki szellemi paráznaságtól, szellemi bálványimádástól, fedetlen arccal és világos elmével meg tudtátok érteni ezt, hogy mi is zajlik a Biblia fordítások során, és kik azok az emberek, akik csak úgy döntéseket hoznak, és a hamisításaikkal tulajdonképpen a forrás munkát azt még mindig a pápaságtól, a Vatikántól, a jezsuita teológia gyártóktól szerzik, és erre azt mondják, hogy hát a Szent Szellemnek a műve mindez. Szóval ismét off the interni akartalak benneteket, mindannyiatokat, hogy így higgyetek és így hallgassatok bárkit, aki a kereszténység berkeiből, vagy azt állítja, hogy kijöttünk a keresztényekből, és de ugyanazokat a hazugságokat hirdetik a YouTube csatornáikon, csak azért nem veszitek észre, mert köpködnek a kereszténységre, és úgy tűnik, hogy kijöttek a kereszténység berkeiből, és most már nyugodtan hihettek nekik, de higgyétek el, hogy ugyan veszedelmes eretnekségeket hirdető ragadozó farkasok a világelitnek a kezében, mint távirányítós futóbolondok, mint azok, akik tudatosan a gyülekezetek élén az elittől kapott engedélyek által szedik az áldozataikat, és a hazugságaikkal döntik kárhozatítélet alá a hallgatóikat.